Fajetur Fortek 13, illetve Fajet Ride 3, ez a 13-as szám az előbbi szerencsés, és azt kívánom, hogy az is legyen. Ez lesz nem sokára itt Kolozsváron, és köszöntöm is a stúdióban keresztes Saroltát, szóval. uh, szervezőt, szervusz. Szervusz. Nos, következő 10 percben hát két rendezvényről is fogunk, fogunk, beszélni, és igazából ez a második, amiről szerettem volna beszélni veled, az a 13. Az egyik az Isten igaza, a másik a 13-as, de mondom, legyen lehetőleg szerencsés ez. Lássuk, akkor vegyük először a ráidot. ugye itt két rendezvényről van szó, illetve mondd el te, hogy miről is van szó. Egy ilyen um, multisport hétvégét szervezünk. Én um, már um, attól multisport, hogy, um, hogy három évvel, évvel ezelőtt um, nagy fába vágtuk a fejszínket, és, uh, és megszerveztük uh, hosszú idő után az első bicikli versenyt Kolozsváron. Um, attól multisport, mert, mert ugye a, a, futás, meg a biciklizés van benne, és, uh, és, attól a családi rendezvény, hogy a gyerekeknek is, uh, is gyerekekre is külön figyelmet fordítunk, úgy gondoljuk, hogy, hogy szüksége van Kolozsvárnak arra, hogy minél többet, több időt töltsenek a szabadban, az erdőben, a szabad levegőn, és akkor erre, erre folyamatosan lehetőséget biztosítunk. Ez a Fudget Ride, ugye a, a biciklis része, nem volt ennek múltja egyébként? Mert hogyha Kolozsvárt vesszük, és a a régi sport társaságokat, egyesületeket már száz évvel ezelőtt mindent megszerveztek egyszer, tehát hogy volt síversenytől meg ez, ami egyszer el lehet képzelni, nagy sportélet volt ebben a városban. Ezt újra kellett éleszteni a biciklis versenyt, vagy egyáltalán nem is létezett sosem? Volt, van előzménye nyilván, tehát hogy Kolozsvárnak nagyon nagy a hegyi kerékpár közössége van, és nagyon hiányolták a, a bicikli versenyeket. Nagyon régen Kertész Levente a Klúzsó a Egyesülettel szervezett bicikli versenyeket. Őnek is sikerült felküzdeni a, őket a nemzetközi szintre. Hosszú távon nekünk is ez az álmunk, de úgy gondoljuk, hogy mindent lépésről lépésre kell megtenni. Idén elértük azt, hogy 40%-kal megnöveltük a versenyzőink számát. A tavalyi 170-hez képest idén 250-en rajtolnak vasárnap el a bükkben. És ez egy hát, interetnikus közeg, ugye, mert hogy románok, magyarok, minden, mindenki szokott, illetve aki Kolozsváron él. Vannak-e, nem tudom, külföldiek, akik akár itt élnek és jelentkeztek, hogy így azt mondtad még az adás előtt, hogy leültél ma és kiszámoltad, hogy 40%-kal nőtt. Igen, uh, vannak, vannak uh... Idézőjelesen egzotikus neveink, de mindannyian kolozsvári lakcímet adtak meg. Van egy visszatérő német akcentussal beszélő vendégünk is, úgyhogy igen, azt gondolom, hogy sikerül minden nemzetiséget megszólítanunk kolozsvári biciklisek közé körében. Ugye úgy mutattalak be, hogy hát az egyik szervező, illetve hogy a, a Földzsét túrnak ott is társ szervezője vagy. Lássuk, hogy miből áll ez az egész hosszú hétvége, tehát hogy... Milyen versenyek lesznek, illetve hogy miért van külön választva egyáltalán a, a két verseny? Mert hogy van Fudget Tour, aminek talán ez a neve egy Fudget Tour fortak, és a másik pedig a Fudget Ride, ami ami érte vagy a felelős. A Rupikápra sportegyesület Egyesület színeiben vagyok itt, és a Rupikápra Sport Egyesület indította el ezelőtt, 13 évvel, 10 évvel a, a Fudget Tourt. Utólag bekapcsolódott a Runners Club. És akkor, amikor bennünk megfogalmazódott ez az az igény, hogy szervezzünk egy kolozsvári bicikli versenyt, akkor jó ötletnek tűnt ezt egy napra szervezni, utólag már, már nem annyira. Mert, mert megpróbáltuk azért különválasztani a futókat és a bicikliseket, de, de, egy adott ponton minden a, pályáig találkoztak, és ebből elég sok kellemetlenség adódott, ezért tavalytól kezdődően két különböző napon szervezzük meg, a pályák megközelítőleg ugyanazok, a, a Fudget Tour félmaratoni pályája és a Fudget nak a rövid pályája me szinte megegyezik. A hosszú pálya, illetve a futó rövid pálya az, az nyilván különbözik. Uh -huh a pályákról, hogyha mesélni még nekünk, hol van ez egyáltalán, illetve hát, hogy jól értem, akkor ugye a tavaly volt a második alkalmatok, idén lesz a harmadik a ride-nak, és az első az még együtt volt szervezve, tehát ott kerülgették egymást az emberek, a biciklisek és a futók. Lássuk a pályákat, hogy hol vannak ezek, illetve itt lehet látni a futásról egy 22 kilométeres táv, itt a plazmánkra ki vetítve, valamint a 7 kilométeres és a family run a Gorbovölgyében található poligon lőtérről indul a, a, mindkét pálya, a Gorbó végig végighaladva Szelicsénrig a ki kell mászni, a Szelicsén pedig elválik a hosszú és a rövid, mert a hosszú pálya az a biciklis pálya az az megmássza magurát egyik irányból, a futópálya másik irányból, viszont a, a, a magura után, miután az Árpácsú csalá leereszkedik, azután a hosszú biciklis pálya elkanyarodik a Mikesító felé, majd ott a, ger, majd a gerincen visszatér az Adrenalin Park mellett, és a, a bükkön keresztül a, visszaér a, a poligonra a rövid pálya, a futópálya az, az, a kilátó, a brül kilátó felé halad, és ott, ott a narancsárga pöttyön. Hány számot okon egyébként a, a, a Két, két versenyszámunk van, van egy 20 kilométeres és egy 40 kilométeres, a, a, gyermekeknek pedig úgy gondoltuk, hogy egy, egy, inkább csak egy ízelítőt nyújtunk a hegyi kerékpározásra, két éves kortól 14 éves korig várjuk a jelentkezőket, koruknak függvényében kell nekik uh, egyszer, kétszer vagy háromszor megtenniük egy másfél kilométeres kört. Még mindig várjátok a jelentkezést, ugye? Tehát még lehet jelentkezni akkor ezek szerint? Hát a Fudget Ride-ra már, uh, már nagyon, nagyon túlhaladtuk a, 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 a startcsomagok számát, tehát hogyha szeretne valaki jelentkezni, akkor soron kívül megteheti, viszont nem tudunk biztosítani uh, startcsomagot, csak, eh, csak egy, számot, egy csipel számot, amivel nyilván az időmérés történik. A gyermek uh, a gyermek versenyre viszont lehet folyamatosan jelentkezni, megtalálható a Facebook oldalon Fudget Ride Kids elnevezéssel. Egyébként mennyire közösség megmozgató ez a, ez a rendezvény? Tehát, hogy így családok beneveznek? Vagy... Igen, igen. A 14 év alatt az a feltétele, a, aki a, a felnőtt biciklis versenyen szeretne, szeretne indulni, 14 év alatt feltétlenül szükséges egy kísérőnek a, a jelenléte, ő nem, a kísérőnek nem muszáj beneveznie, viszont végig kell kísérnie a, a 14 éves alatti gyermekét. Biciklivel. A biciklivel nyilván. Hát futhat is, ha tud, <gül> de, <gül> A, azt veszem észre, hogy kijönnek családostól, sokan kijönnek szurkolni, a pályán megkeresik a, azt az útvonalat, amin aztán majd leereszkednek a biciklisek, és akkor ott, ott szurkolnak és, és kiabálnak, és, és hatalmas öröm van és zaj a, a start körül. És ami pedig a biciklis, a, a gyermekbicikli versenyt illeti, hát ott nyilván szülők is testvérek is, mindenki ott van, és, és örül, örül a, a szabadságnak is. Van szabadságnak. díjazás is, ugye? Igen, igen. Um, open azok a legjobbakat, és korcsoportban a, a, azokat, akik, akik a korcsoportjukban a legjobban teljesítenek. Már az elémeket a kérdezem, mekkora szintkülönbségek vannak egyébként, mert hogy mikor a pályákat felsoroltad, és magur, magura és mindenféléket, tehát kicsit így meg is ijedtem, hogy azért itt, itt lehetnek szintkülönbségek. Hát nem könnyű a pálya. A 22 km sem könnyű, főleg azért, mert az emelkedő az elején van. Tehát akkor, amikor még nem is vagy bemelegedve, meg nem is, nem is érzed annyira a annyira feelinget. De uh, van, tehát a 44 km, 40 km-esben 900 méter szintkülönbség van, a 20 km pedig 500. Nos, még egyszer mondjuk elmond el, hogy hol lehet, hogyha valaki jelentkezne, illetve akár a túra is, a fagyettúra, tehát hogyha mik az elérhetőségek. Én mindenkinek a Facebook eseményt szoktam javasolni, azért, mert, mert az a kézenfekvő, ott lehet a legkönnyebben rákeresni. A Fudget Ride Konkurs MTB, ez a, ez a hivatalos neve a Facebook eseménynek és a gyermek ott, ott, mindent megtalál. Megtalálja linket, megtalálja a jelentkezési lehetőségeket. A gyermek versenynek pedig, amint mondtam, Fudget Ride Kids, és ugyanott megtalálja azt a regisztrációs űrlapot, amit kitölt, a jelentkezési díjat befizeti, és akkor találkozunk vasárnap. Kedves nézőink, keresztes saroltát látták és hallották, és remélem, hogy majd egy következő alkalommal úgy osz vissza, hogy nemzetközivé nőtte ki magát ez a verseny, de csak csak lépésekben egyelőre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást.